Hangosan zúgnak a gépek, dolgoznak a markolók, a fúrók és a döngölők is. Megkezdődött a munka a Petőfi Sándor utcában. Már jól kivehető az új épület körvonala, 75 gyermeknek biztosít majd férőhelyet a város most készülő új óvodája. Az intézmény kivitelezése nehézkesen kezdődött meg, ugyanis az építőipari árak emelkedése miatt állandó forráshiánnyal küzdöttek. A közel 140 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően most megindultak a fizikai munkák, és már az alapokat készítik a szakemberek. Ahogy ugye megkaptuk a 138 millió forintot plusz támogatásként, egyből meg is tudtuk kezdeni a beruházást, és a kivitelező egyből hozzá is fogott a munkálathoz. Nyilván itt neki is érdeke, mert 14 hónap állt rendelkezésre az óvodának a felépítéséhez, úgyhogy 75 fős óvodáról beszélünk, ugye itt 700 négyzetméter a földszinti rész és 250 négyzetméter az emeleti épületrész, úgyhogy az alapozás már meg is történt, terv szerint jó ütemben halad ez a kivitelezés. Reményeik szerint a tél közeledte és a hideg időjárás sem hátráltatja majd a munkákat. A kivitelezővel beszéltünk erről is, ahogy az időjárás engedi, haladnak a munkálatokkal. Ma már azért az ő tájékoztatása szerint is nagyon jó technológiákkal ki tudják védeni itt téli időjárást is, de vannak olyan munkálatok, amelyeket nem tudnak megcsinálni, úgyhogy ez időjárás függő. Nyilván azért is ilyen nagy intenzitással kezdték a mostani, úgymond jó időben, hogy amit lehet, azt csinálják meg. Itt a tél beállta előtt, és nyilván ma meglátjuk, hogy mekkora lesz a tél, tavasszal folytatódik. Előzetesen úgy kalkulálunk, hogy az ütemterv szerint tud haladni ez az építkezés. Így egy éven belül készre jelenthetik a projektet, azonban ezt újabb épület építése követhet, hiszen már most látszik, hogy a 75 férőhely nem lesz elegendő. A rossz állapotú intézmények és a növekedő gyermekszám miatt az önkormányzat újabb óvoda építésének előkészítésén dolgozik. Nyilván ugye beszélünk erről, hogy ez nem elegendő, és azt tudom mondani, hogy örömteli, mert hogy sok a gyerek, illetve több gyermek jár most óvodába, illetve ami kevésbé jó, hogy nagyon rossz állapotúak a meglévő óvodáinknak két telephelye, és ezeket szeretnénk kiváltani, úgyhogy egy újabb 75 fős óvodát kell majd még építenünk, ennek az előkészítő munkái is folyamatban vannak, de amit látunk már, hogy itt az építkezés elkezdődött, jó ütemben halad, úgyhogy jövő évre várható ennek az átadása. Az új intézmény várhatóan 2021. októberében készülhet el.